Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértünk tőled a mindennapi kenyeret, s ma ezébe kapott ajándékként oltád elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jel, amikor rá szent fiat jelét rajzoljuk, hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseli. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Úrunk, értek köszöntésünket, áld meg ezeket a kenyereket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyatva, neked embertársainak hálát adva, testünk lelkünk gyarapítására szolgáljon. Amírunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk, üdvösségünk van, aki élt és uralkodol, mindörökkön örökké. Most pedig megkérjük a polgármester urat, hogy szegje meg az új kenyeret. Mindig ilyen finom kenyér süt. Most a kenyér kiosztása úgy történjék, hogy mikor kifelé megyünk, ketten fogják tartani a kenyeret, és mivel óvatosságra intek mindenkit, egészségügyi kesztyűbe lesznek, akik osztják a kenyeret, tehát lehet kérni egyet vagy két szeletet. De és a polgármester úrhoz is lehet jönni, polgármester úr szeletel, jó éles a kés, és gyakorlata van a kenyér szeletelésben.